Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsivi vagyok, srácok, lányok, még mindig innen Dortmundból jelentkezem. Csak kicsit eljöttünk, elsétáltunk a parkból, mert már elegenk lett a folyamatos internet problémából, és meg kellett sétáltatni itt a 2 kilométeres tojásokat, amik ugye extrém epic 2 kilométeres tojások egyenesen a Westfál parkból, ahol ugye a Safari Zone jelenleg is zajlik, kisebb-nagyobb sikerekkel. A gyerekek, hát fogalmam sincs, hogy milyen special pokik lesznek így itt ebben a tojásban. Azt mondom, hogy írőre támasztom a kamerát, és akkor csekkoljuk az elsőt, hogy mi lesz benne. Kíváncsian várom, hogy mivel készültek itt nekünk ezek a kedves kis embert itt, hát mindenképpen bekaphatják az összeset, ami csak létezik. Már elnézést. Ó, hát ez nem egy fiatal defense, ez egy selejtes matkip. Na hát nézzük, akkor még kíváncsian várom, mik jönnek. Barbók! Ó! Hát micsoda különleges tojások, hogy s**tsegye meg ezeket az összes. Ezért megérte jönni Dortmundba, nem? Special 2 kilométeres tojások, gyerekek, best safari ever, érted? Svablu, nem az, hogy érted, még shiny se. Csóró, bunkó szablu. Úristen! Hát ez azért a szarnak az alja. Ez tényleg szégyen, ez a szafarizó, gyerekek. Senki. Soha az életben. Ne is gondolkozzon ilyen, hogy szafarizóra ellátogat. Soha. Többé. Semmikor. Soha. Ne. Én nekem ez volt az első, meg az utolsó. Ezt már most aláírom, így, hogy látom ezeket a tojásokat. Meg az egész napos élmény, gyerekek. Most van. Mindjárt 14:30, és reggel, mikor mentünk oda? 7-8. Ja, reggel 7-től 14:30-ig a játékkal töltött időm száma az körülbelül 1-1,5 óra. Ez az az időintervallum, amikor nem volt probléma az internettel ott benne a parkban, és normálisan, élvezetesen lehetett játszani. Egyszerűen halál az egész. Na nézzük a következő tojást. Ó, a zsiráffaring, hát ez, figyú, epic. Ritka. Hát, ennél epikebb tojás nem kell, ez figyú. Szebbet, jobbat nem kívánhatnánk magunknak. Azon kívül, hogy lehetett egy-két retkes shiny-t fogni, meg pár korszolát, meg az az Anno, jó, de az Anno is érted. Úgy volt Anno, hogy szana szétszórva, az ilyen ritkább betűk szétszórva, mit tudom én, ilyen másfél-két kilométer hosszú a park, tekem tudja valami ilyesmi, és az egyik sarkába kiroptak egy Unknown-t, utána a másik sarkába egy ilyen ritkábbat, és itt kellett rohangálni. Az M meg az U, az volt csak, ugye? Az M, az M. Ami már eddig volt, azt... Igen, ami eddig volt, abból már rengeteg volt. Áron tessék, special 2 kilométer, ezekre szuperink pocsékot egy jó isten. Legalább a shiny-t rejtette, oda néz a marípunk, de még ez se shiny. És még a CP-je is, és az IU-je is iszonyat szar, olyan 500 CP fölött. És akkor ennyi volt, érted? Ennyi volt, összvisz, csácsüsz, vége. Hát csodálatos, mit kell mondani. Ezért lesétálhattuk a lábunkat, azt mondjuk. Na minden srácok, én még próbálok valami pozitívumot keresni ezen a retkes safari zónon, és azt mindenki tudatom majd veletek, hogyha jön valami pozitívunk. Bocsi, hogy ilyen negatív vagyok, de hát egyszerűen amit át kellett élni, ezért a 10 darab korszoláért, meg pár penészes tojásért, érted, amiben 0 poké van, de hihetetlen szenvedés. 12 óra utazás a világ végére, és akkor ezt a putrit kapod. Hát iszonyúan csalódott vagyok, de nem csak én, mert rengeteg poké is így császkál a városba, mert hogy kiterjesztették az egész városra most az, hogy foghatóak ezek a pokék, de hát most a Rozélián kívül, meg a Szablón kívül néha elvétve találsz egy korszalát, vagy egy lárvitát. Hát köszönjük szépen, akkor majd megpróbálok jelentkezni valami pozitívabb élménnyel is innen a szafarizóról. Most rácok, lányok, Dortmund feltámadt hambaiból, és kicsit összeszedvén magát, végre, valahára elkezdte a pokéknak az árasztását. Ugye a parkot kiterjesztették az egész városra, mert egyszerűen ott nem bírta a rendszer,
És ennek köszönhetően most az egész város nyúrban úszik, és rengeteg kokétségerőt elkapunk. Többek között pár korszolát is, amit most már tényleg most már van egy olyan mennyiség, hogy tudok vinni haza párat a kis barátaimnak. Tehát mutatom is, hogy akkor hogy áll itt a helyzet. Itt is, hogy korszola, és akkor csak lapozok, jó? Most így számok nélkül szerintem van egy olyan 40 darab. 40-50 körülésig, most megyünk vissza a parkba, mivel megjöttek a youtuberek, és ha már youtuberek, akkor mégiscsak a Trainer Tips-et szeretnénk meginterjúvolni, beszéljen kicsit itt a mikrofonba. Hát csak elkapjuk a Nicket, ő azért egy nagyon fasz a rendes gyerek. Beszélünk vele pár szót, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz kamerasája kicsike. Szerintem csak nem. Csak nem, ja. Hát de amúgy hatalmas a part, szóval nehéz lesz a vadászat. Most a poké vadászatot nagyjából úgy most már megvagyunk, tényleg nem megyünk könnyes szemmel haza, van annyi unknownunk, korszolánk, larvitárunk, meg minden, ami létezik, hogy most már tényleg úgy kárpótolt minket a játék, a több mint félnapos, nagyon szegényes és nagyon gyenge felhozatalért, mert tényleg több mint fél napig ez a hely itt egy brutális nagy szívás volt. De itt az utolsó pár órában összeszedtük magunkat, a lábunkat lejártunk, vettünk két új cipőt is, annak is elkopott a talpa, és olyan szintű grindot nyomattunk, nem tudom mi a belváros környékén, de olyan szintű embertömeg, nem volt időm videózni, annyi volt a lényeg, hogy haladjunk, nyomjuk neki, és zúzzuk, szedjük a fogékat, és látjátok itt is az eredmény, és itt is a következő kis lárvitár, hát egy shiny, nem ugrik be, hogy nekünk egy shiny, de azért szedjük, csak a candy kedvéért, és már zöldünk is van. Kopog itt a villanykaró, a kis jelzőlámpánk. No, hamarosan ott vagyunk a partnál, és akkor, hogyha sikerül levadásztunk itt a Nicki srácot, akkor nyomatunk vele egy kis hello, szia, szevaszt. Éppen folyik a keresés, srácok, a youtuberek keresése. Végig csak egy fotóra illene velük összefutni, de hát sajnos nem találjuk őket, de nem baj, legalább találtunk. Mindjárt mutatom, hogy mit. Tatatatam, shiny larvitár, ez se olyan rossz, 590 CP-vel, még akármi lehet belőle. Ja, de te bánynapot dobtam rá, jó van? Bánja fene, meg lesz ez így is szerintem. Iszonyat hatalmas ez a park. Egyszerűen, mint hogyha tűt keresnénk a szénak az alba, nézd, kibújik a kis lárvi. Jó, ennek adunk egy golden, azt nem arcoskodunk, mert utána tudjátok mi lesz. Mi az, hogy mit találtak? Szó, szülőszoba. Gyorsan itt néznek az emberkék, nagyon videózik a srác, de sajnos én nem az vagyok, akit ők szeretnének látni. Ez mindig olyan csalódás, mindig olyan csalódottan néznek rám, gondolom, hogy azt hiszik, hogy valami hatalmas sztár. De hát sajnos nem Amerikából jöttem, vagy mi a fene. Öbó Webzsés amúgy a shiny larvitárunk, nem is olyan kis szépével, ez egy csecsek is példány. Nézzétek, mi a gyerekek, itt van egyből három anón, egy R, egy M, egy U, van itt minden, ezerrel. Csak az nincs, amit keresünk. Na mindegy, lényegtelen, folytatjuk itt amúgy a járkálást, sétálgatunk, vadászgatunk, mindjárt nézzük, hogy állnak a tojások, van itt egy raklap állalan tojás is, ami 1,7 km múlva recsenni fog, szóval valószínűleg hamarosan jelentkezek ezekkel a tojásokkal is. És sok másra nyomatjuk a vadászatot. Hamarosan zárul, amíg van egy bő óránk, azt kihasználjuk maximálisan. Srácok, amikor dolgunk, megindul valami full idiótaság, én nem tudom miért, 10 ember elkezd futni, és akkor mindenki fut. Valószínűleg ilyenkor egy jó kis százas bukkalhatott elő, oda nézzetek. Megindult a nép rendesen. Tessék? Null? Mi az? Ki az? Reverse-a. Ja, reverse-a? Lehet, hogy itt vannak a srácok, hoppá. Jó van, gyerekek. Nem tudom, miért szaladunk át, nem hiszem. Mit? Ja tényleg. Mindenki nyomhatja ezzel a videózást. De milyen futom? Oda nyomunk ezt. Ó, nézzétek ki, hogy... Azért megindult a nép rendesen. A kis Pokémaster Holly ide beugrott mellé. 100-as lárvi, 814. 814-es 100-as lárvi, hát azért már megéri menni, úgy hiszem. Come on, not going there,
crazy? Wow, look at the itt, a víz mellett, oké. Kurva nagy. Itt betömörülünk rendesen. Itt nem férjük. Jó, nem, körbe a tavon, oké. Így se rossz. Jó, hát ez 8-14-es százas lárvér, azért már megéri futni. By the way, az előző is meglett. Azt jelezte, hogy elfüstölt valami bug miatt, és mégis meglett a 100%-os lárvi, szóval már ma sikerült egyet összeszedni. Úristen, ennyi hülyét egy helyen. Jó, ott a háttérben azért látszik, hogy vonulunk rendesen mi. Gyerekek, ez az igazi Pokémon Go. Amikor úgy veretjük keményen. Húha! Na mindjárt jelentkezem, hogyha ott, érted, ott lesz a százas lárvi. Na srácok, már lassan odaértünk a lárvihoz, az a legpengébb az egészben. Nem tudom, mi van ezzel a telefonnal. Csak közül megrecsentek a hetes tojásaim is. Gorsan levetünk a képernyő felvételt. És akkor csekkoljuk, amíg odaérünk a lárvihoz, hogy mik is lesznek a hetes tojásokban. Ideje volna már egy Bullpix-nak megrecsennie, mert eléggé bunkó jó. Grimer, az nem rossz. Van itt 5 vagy 6 darab, fogalmam sincs, mert nyitogattam gyorsan reggelőket. Shiny Rosélia! Shiny Rosélia, az se rossz. Szóval szerencsé, Attinak sikerült 2 is fogni. Szóval, Ratata, csodás vagy fiam. Ezt az idiótát, aki belerakta a Ratatát a játékba. Mármint, hogy a tojásba. Azért lejátszanák vele egy menetet. Na jó, de a Miau se sokkal jobb, igazából nagyjából egyenlőek. Csekkoljuk, gyere már, Vulpix, bakker! Sandshrew, oké. Okay. Hú, itt aztán vonul a nép, rendesen fogalmam sincs, hogy hol áll meg. De rengetegen vagyunk. Ciao, hello! Közben még magyar hangok is fel bukkannak itt a tömegben. Mióta vagy kint? Fú, reggel 6 óta, 7 óta. A szívás az meg volt. Igen, meg volt, a bőnyálas az mindenki. Terül mindenki a sárnyat. Most a lárvi, 814 lárvi tárgyat viszont az ügyen. 814 a... Nem tudom, a cipét. Valami ilyesmi. De nem tudom, hogy mikor érünk már oda. Holnap leszel? Szerintem igen. Leszünk végig. Ja. Olyan délig, körülbelül délig maradunk volna. Azért akkor 14 óra úgy... Neked kevesebb. Hát te azért másik oldatlak. Ja, de... Már Magyarországnak a másik csiskébe. Így se lesz rossz azért az utazás. Hol van már? Jó, ha jelentkezem, hogyha ott leszünk. Csak megyünk, és nincs. Hát úgy néz ki, hogy vége már a srácok. Szépen kitessékeltek minket a parkból. Sajnálatos módon Nickkel nem sikerült találkozni, de a cuki kis Pokémaster Holly-val igen. Láttuk a Reversalt is, de az annyira nekem nem szimpatikus, nem nagyon csipázom azt a faszit. Szóval oda sem mentem hozzá. Ott árválkodott egyedül, igazából mindenki leszarta. Hát de nem. De csak ott mint egy kis hordó el volt, gurulgatott. Alig vitte már őt is a láva. Ja, de hát igen, amiért itt bejelentkeztem. Amúgy is bejelentkeztem volna, de ha már itt a nap végére, ahol sétálunk kifele, beugrik még egy Shiny Aerodactyl, úgy azért mégiscsak pengébe elköszönni, nem? Kapjuk el a kicsikét, 1788 az CP-vel, ez ma már a második Shiny Aerodactyl. Ja, tényleg. Szóval ez így azért egész perfekt napot zártunk. Félek, hogyha még sikerülne eltalálni, és azért még perfektebb, nem sikerül eltalálni. Mi a tökön van ezzel? Hát jó, hogyha fölröpül, akkor meg biztos, hogy nem. Na, gyere le! Ó, az excellent egy kézzel azért. Az már profizmus. Ez a hüvelykú, gyerekek. Ezzel figyelj, egykezes fekvőtámaszt lehet úgy belenyomni, hogy csak ezen támaszkodol. Vágod? Támaszkodol, az milyen szépen támaszkodol? Megmondta. Támaszkodol? A hüvelykújon. Jó, mert ezt nézzétek el nekem azért. Mennyit aludtunk? Semmi. Agresszív semmit, ott hátsó ülésen idefele. Kis alvás. Ó, még korszolák is itt vannak. Kis vezetés, iszonyú kemény nap volt, aztán reggel 2,5 óra sorban állás majdnem. Oh, kemény nap volt, de megérte, én azt mondom, hogy megérte, itt vannak a gyönyörű kis korszoláink, gyerekek. Annyit sikerült összegyűjtenem, hogy egész Magyarországot majdnem el fogom látni korszolával. Na jó, azért egy kicsit túlzás, de aki a friendlistámon szerepel, az bizonyára mindenki kapni fog.
ebből a kis cuki pokéból. Már természetesen találkozunk. Az azért feltétel hozzá. Vagy legalábbis 100 méter hatósugarú körben legyünk egymáshoz. Nos, srácok, lányok, hát köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a vidi, akkor veressétek ide a hatalmas lájkokat, ne sajnáljátok. És holnap is még itt leszünk, szóval jön egy harmadik Dortmundos videó is. És aki várja, szeretné, az iratkozzon is fel a csatornára, oké? Hamarosan találkozunk akkor a következő Dortmundos videóval. Addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!